Fali szőnyegekből nyílt kiállítás az EGRI Kulturális és Művészeti Központ szervezésében, amelyet csütörtök délután mutattak be a Bartakovics Béla közösségi házban. Az alkotásokat a kortárs képzőművészet egyik legismertebb alakja, Szász Endre, Munkácsi Mihály díjas festőművész tervezte. A kiállított fali szőnyegek Vámos Arnold gyűjteményének legkülönlegesebb darabjai. A megnyitón jelen volt Kustán Melinda, textiltervező iparművész, aki együtt dolgozott a neves alkotóval a fali szőnyegek tervezésekor. Mint mondta, a Kárpitokon 1999-ben kezdtek el közösen dolgozni a soproni szőnyeggyárban. Munkafolyamatok pedig úgy zajlottak, hogy megrajzoltuk, azért mondom több eszembe, hiszen alkalmazkodni kellett a technológia diktálta peremfeltételekhez. Bandi bácsi megcsinálta a vázlatokat, én továbbvittem azokat, megrajzoltam a szövőgép által fölismerhető és értelmezhető formába, és akkor a közös munkának egy következő lépése volt, hogy leszőttük azokat a darabokat a gyárba, amelyikről úgy ítélte meg, hogy elfogadható a számára. A kiállítást V. Német Zsolt kiemelkedő nemzeti értékek felügyeletéért felelős miniszteri biztos nyitotta meg. Köszöntőjében a sokoldalú művész munkásságát méltatta. Szász Endre teljes életműve olyan értéket képvisel, amelyre méltán lehetünk büszkék, mi magyarok. Ráadásul egy olyan alakja a művészetnek, aki mindig is jó hírünket vitte a világba. Ismert és elismert volt külföldön, és végtére idehaza Magyarországon is. Sikerei az egekig emelték, talán még tovább. Mintzer Gábor alpolgármester köszönetét fejezte ki a szervezőknek, kiemelte, a város büszke lehet arra, hogy ismét egy kiváló művész alkotásainak adhat otthont. Az emberek, akik eddig bezártságra voltak ítélve, minél gyorsabban szeretnének kitörni, szeretnék elhagyni otthonaikat, és egyre nő az igény, egyre nagyobb az igény arra, hogy különböző akár szórakoztató, akár sport, és kiemelten akár kulturális és művészeti eseményeket, ilyen rendezvényeket látogassanak. Olyan rendezvényeket, mint például ez a mai kiállítás, ez a ma megnyíló kiállítás. A kiállítást július 17-től augusztus 22-ig tekintheti meg az érdeklődő közönség a Bartakovics Béla közösségi házban.